Sziasztok! Ebben a videóban egy egyedülálló kamera stabilizátort fog bemutatni, ami AI funkcióinak köszönhetően egyedi felhasználást tesz lehetővé. Ez a Hohem MT2-es. Ez a gimbal alkalmas telefonok, akciókamerák és milcgépek stabilizálására 1200 g-ig. Ez nagyon fontos, kicsivel több súllyal sem birkózik már sajnos meg, így például sajnos én a Sigma lencséimmel nem fogom tudni használni. Ami nagyon szimpatikus, hogy a konkurenciákhoz képest megkapjuk hozzá az összes létező és szükséges adaptert, ami az egyes eszközök csatlakoztatását teszi lehetővé. A legnagyobb különlegessége mégis ez az AI követő kamera, ami mágnesesen egyszerűen ide felpattintható, és felruházza a gimbalt emberi alany élő követésére. Ez egy olyan funkció, amit eddig csak a telefonos stabilizátorok tudtak, bemutattam már a Hohemnek az okostelefonos megoldását, és ezek szoftverikus funkciókra hagyatkozva tudták ezt elérni, most viszont a szenzoron keresztül beáramló adat fogja szolgáltatni azt az információt, amivel a gimbal a használt kamerától függetlenül fel fog tudni dolgozni ilyen adatokat és mozgatni azt. Mindössze egy kézjelzéssel tudjuk is aktiválni a funkciót a követés megkezdéséhez. Ha pedig egy ilyen kézjelet mutatsz, akkor a kompozíciót tudod alakítani, és az alany például a kép egyik szélére tenni. A tenyeredet ilyen módon feltartva pedig leállíthatod a követést. Az AI követő szenzor rendelkezik egyébként egy beépített RGB LED lámpa funkcióval is, amit kreatív módon vagy sötét jelenetekben főfényként is használhatunk. A Hohem Joy app-pal a mobilod mozgatásával is tudod vezérelni a gimbal mozgását, ez is olykor praktikus lehet sokak számára. Anyaghasználat szempontjából időtállónak és prémium minőségűnek mondható, könnyen válthatunk fekvő és álló tájolás között, ami a mai világban nagyon fontos, és a DJI gimbalokkal megegyező módjai vannak. Található rajta kettő darab USB-C nyílás, az egyiken keresztül tölthetjük a kamerát, a másikon pedig kamera vezérlést szolgáltathatunk neki, amihez szintén kapunk megfelelő kábeleket, így például digitálisan zoomolni és felvételt indítani is a gimbal markolatáról fogunk tudni kényelmesen. Található még rajta itt oldalt két timeless funkciógomb, ez használható a pozíciók lokkolásához, amivel meg tudjuk adni egy ilyen típusú felvétel kezdő és végpontjait. Pluszban kapunk hozzá egy szuper kemény táskát, amiben elfér minden kiegészítő és ilyen kis lapozós fakokkal rendelkezik. És külön pluszpont, hogy a gimbal tengelyei lokkolhatóak, ezzel könnyítve az elpakolást és az átállásokat. Amit igazából sajnálok, hogy ugye létezik kifejezetten mobilos gimbaljuk, és ezzel nem ugrottak szerintem megfelelő léptéket, hogy profi kamerákkal is lehessen használni a súlylimitje miatt. Vagyis például az A7S3-om egy Sigma Art lencsével már túl nehéz lesz neki. Igazából ezeket nagyon kis A6400 vagy ZV-1 Sonic-kal tudom elképzelni, de sokszor hirdetik ezt az MT2-est is telefonos felhasználással, ami azért fura így a meglévő eszközhöz képest, sajnos így a mindennapi forgatásaimon maradnom kell a Ronin SM-nél. Írjátok meg, hogy mit gondoltok egy ilyen AI-jal gazdagított gimbal megoldásról, és hogy ti szívesen kipróbálnátok-e, vagy olyan kamerátok van-e, amivel tudnátok ezt használni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hasonló tartalmakért iratkozzatok fel, dobjatok egy kommentet, hogy tetszett, legközelebb találkozunk, sziasztok!